A 19. Istalcsai Napok kiállításait Fehér Irona trombita játéka nyitotta meg, május 16-án pénteken este. A Kistalcsai Kulturális Egyesület szervezésében számos kiállítás nyílt meg a látogatók számára, melynek a Simádi József általános iskola adott otthont. Petőfi Sándor, ki a szabadba? Ki a szabadba látni a tavaszt, meglátni a természet színpadát? Az operákban ki gyönyörködik, majd hallhat ott kint kedves operát? A természetnek pompás színpadán a primadonna a kis fülmile. Ki volna énekes nők, köztetek merész, versenyre kelni ő vele? Meg annyi páholy mindenik bokor, amelyben ülnek ifjú ibolyák. Miként figyelmes hölgyek, hallgatván a primadonna csattogó dalát. És minden hallgat, és minden figyel. És minden a legforróbb érzelem. A kősziklák, e vén kritikusok maradnak csak kopáran, hidegen. Novák Lászlóni etnográfus, a Szadai Tájház vezetője, a Magyar Tájak Hímzései című kiállítás kapcsán beszélt a hímzés történetéről, és ismertette Dulai Sándorné szadai hímző munkásságát. Városünnepük bőséges és színes programjában kedves volt ez a kiállítás. Nem csak azért, mert a magyar népi kultúra gazdag és igen értékes területére pillanthatunk rá, illetve ez nem is jó kifejezés, nyilván van, aki rá pillant, de szerintem lesz, aki eláldogál, elnézelődik. De azért is kedves, mert önök között van, akinek személyes köze van a kiállítóhoz, amennyiben már kellőképpen megfertőződött a vászonnal, tűvel, színes, hímzőcérnával való foglalatossággal, és ez éppen Dulai Éva segítségével történik. Hál' Istennek vannak, akik kellő figyelemmel, szorgalommal, alázattal újra tanulják a színeket, öltéseket, anyagokat, és új meg új darabokkal örvendeztetik meg azokat, akiknek szeme van a látásra. Így került ide ez a kiállítás, mert Kistarcsán vannak tanulni, alkotni vágyó asszonyok, és van Dulai Évi, akitől tanulhatnak. Éva kisgyerek korában fertőződött meg, először csak előre nyomott, színes kalocsai mintáktól, de aztán már tanító korában gyógyíthatatlan fertőzést kapott a népművészet oktatásának nagyasszonyától, Petrás Annától. Szépernő Pitypang című versét Takács Tímea mondta el. Nótába nem írnak, gombjukba nem tűznek, nem tesz kirakatba a virágos üzlet, mert te nem vagy ritka. Mert te nem vagy drága, csak az árokpartról nézel a világba. Mintha kis nap sütne, orcád oly szép sárga, te pitypang virágja. Az urak, a dámák, ugye rád se néznek, tán le is tagadnák az ismertséget, pedig hogy meggyúrtunk, hogy agyon tépáztunk. Te kezes, te kedves falusi pajtásunk. Hófehér lelkedet szétfújtuk a nyárba. Te pitypang virágja. Ezennel én tőled bocsánatot kérek. Köszönöm azt a kis könnyű gyermekséget. Köszönöm, hogy itt vagy. Lehajlok utánad. Gyere, bemutatlak a kaméliának. Csak neves rá bátran, mezítlábos árva. Te pitypang virágja. A Kistalcsai Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évről évre egy-egy népviseleti ruhadarabot mutat be a Kistalcsai Napokon. Idén a főkötőre került a sor, melyet Zemenné Palecska Erika mutatott be. A mai megnyitóra, a mai kiállításra különböző régiókból hoztunk önöknek főkötőket. Ilyen főkötőt láthatnak majd azon a kiállításon is, amit megtekinthetnek, amilyen rajtam is van, és az itt mellettem álló hölgyeken is. A főkötők, amelyeket elhoztunk önöknek a délpesti régióból, Komárom-Esztergom megyéből, Pest megyéből, valamint Nógrád megyéből és az Alföldről, Békés megyéből származnak.
A szlovákiai testvértelepülésről, Belusáról érkezett vendégek egy népdallal kedveskedtek a résztvevőknek. A kiállítás résztvevőit Kistarcsa polgármestere Solymosi Sándor köszöntötte. Hát szeretettel köszöntöm Önöket. Az előzmények után nagyon büszkén állok itt, mert azt gondolom, hogy ez a kistarcsai napok, ez egy kicsit rendhagyó és párját ritkító, hiszen olyan előzmények, olyan események zajlottak itt, amelyek korábban nem, és abszolút színesíti a mi életünket. És majd néhány szót mondok is erről, hogy egy Európai Uniós pályázat kapcsán ugye nem csak a régi ismerőseink, akik mindig is itt voltak mellettünk, és kiállítást hoztak nekünk a belusaiak, hanem most más települések is fogják gazdagítani a programjainkat. A KIKE szervezésében megnyílt tárlat idén 12 kiállítónak adott lehetőséget a bemutatkozásra. Évek óta mi rendezzük a Kistarcsai Napok kiállításait, és általában 14-et, idén is 14-et terveztünk, de két kiállítás most elmaradt, az egyik baleset, a másik meg egyéb dolgok miatt, így most 12 van az idén. Hát gyakorlatilag mi figyeljük egész évben, hogy hol vannak érdekes témák, gyűjtjük az anyagot, és mi ugye minden héten tartunk egy ismeretterjesztő előadást. Van, amikor művészek, gyűjtők tartanak előadást, és akkor velük is megegyezünk, hogy akkor hozzá kell érdekes tárgyaikat ide a Kistarcsai Napok kiállításaira. Nem lehetően mondom, hogy érdekes tárgyakat, mert hogy többnyire mi nem képzőművészeti alkotásokat állítunk ki, azt meg lehet nézni egy galériában is, amiket itt lehet látni, ezt csak itt lehet megnézni. Most egy olyan kiállítás van, amely úgy néz ki, mint a képzőművészet lenne, de igazából Rongyképek az a címe. Ha az ember ránéz ezekre a képekre, akkor úgy tűnik, mint a festvény lenne, de ezek különböző színű rongyokból vannak összerakva, és nagyon érdekes. A Kistarcsai Napok mindkét napján látogatható volt a kiállítás, ahol a főkötőkön és a rongyképeken túl megtekinthetőek voltak többek között Micskó Péter intarzia képei és Kovács Sándor ötvös munkái is. Hát természetesen vannak kistarcsaiak is, például az egyik kiállításnak az a cím, hogy Kistarcsai emlék. Ezt egy kistarcsai gyűjtő, kistarcsával kapcsolatos anyagokat gyűjtött össze, és azt állítja ki. Van egy másik kiállítás, Kistarcsa múlt és jelen, itt pedig ez a fiatalember, Csonka Csabának hívják, ő gyűjt régi képeslapokat, és megpróbálja ugyanazokból a pozíciókból lefényképezni a mai technikával, és így rá lehet ismerni a két helyre egymás mellett. Aztán van például Kis Péter, aki strusztojásokat farag kézzel, ez is egyedülálló, nem tudunk róla, hogy lenne más, aki ilyesmit csinálna. És hát nem utolsó sorban az egyik kiállításon kézi munkák vannak, a Kistarcsai Kulturális Egyesület által szervezett tanfolyamok, csipkekészítő és hímző tanfolyamok, tanulóinak a munkái vannak, és mint a megnyitóban is láttuk, a hímző tanfolyam vezetőjének is van egy kiállítása. Thank you.
A mesterségeket és hagyományokat felsorakoztató tárlatokon túl helyet kaptak a kisállatkedvelők is. A kiállításokat Kistarcsó virágai köznyitották meg, melyet az Antalliget és a Klacsán kertészet biztosított. A kompozíciók kialakítása Lukács Ilona és Kereszti Ágnes vezetésével a Kikénél közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok közreműködésével történt. A 19. Kistarcsai napok ünnepélyes megnyitóját a Csigaházban tartották, ahol a szlovákiai, lengyelországi, erdélyi és horvátországi testvértelepülésekről érkezett több mint 200 vendéget köszöntött és mutatott be egymásnak, tolmácsok közreműködésével Solymosi Sándor polgármester. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves vendégünket. A Kistarcsai napok és az Európai Uniós pályázat kapcsán igyekszem nagyon rövid lenni, de azért mégis néhány alapvető tudnivalót elmondok a résztvevő csapatokról. Szlovák testvértelepülésünk Belusa. Nagy szeretettel köszöntöm Ján Prekop polgármester urat és a szlovák csapatot. A másik testvértelepülésünk 2005-re datálható. Torja település a másik testvértelepülésünk, akivel felvettük a kapcsolatot. A tavalyi évben közvetítői kapcsolattal sikerült testvérvárosi kapcsolatba lépnünk Radomysl nad Sanem településsel, akinek a polgármesterét úgy hívják, hogy Jan Pirkos. Ő nem tudott eljönni, mert árvízveszély van most a Szán folyón. Ez a települési név egyébként azt jelenti, hogy Radomysl a Szán folyó mellett. És végül, de nem utolsó sorban, a pályázathoz kapcsolódó település Szent László, aki jelen pillanatban Horvátország területéhez tartozik, de magyar neve van, ami sokat elárul. Velük ugyan nincsen testvérvárosi kapcsolat, de ki tudja, még lehet is. Nagyon köszönjük nekik, hogy eljöttek. A polgármester köszöntőjét követően a delegációk vezetőit szólította a színpadra. Nagyon örvendünk annak, hogy két országgal is fel tudta venni a kapcsolatot. Hát, drága barátaim, hogyha mi testvérek vagyunk Kistarcsával, akkor úgy gondolom, hogy ennél a ma este akkor testvérek vagyunk Lengyelországgal is, Horvátországgal is, meg Szlovákiával is. Egy dolog az fontos, nem elég fölvenni a kapcsolatot, a testvéri kapcsolatot, meg is kell tartani azt. Ezt azért mondom, mert mi polgármesterek szezonosok vagyunk. 4 évre választnak, nem biztos még 4 év múlva mi fogunk lenni. Olyan erős kapcsolatokat tartsunk, hogy ha nem mi fogunk lenni, a következő polgármester tudja tartani a kapcsolatot a testvértelepüléssel. A régi barátságok emlékére ajándékkal is kedveskedtek a vendéglátóknak, majd kocintottak a találkozás örömére Kistarcsai Barack pálinkával. Az ezt követő mulatozás egészen a hajnali órákig tartott Kistarcsán, a Csigaházban. Mert lett a déli bávos, ortobágyom, de megakadt a szemem, egy barna lányom. Hullázott a gömör haja, a sötétben, mikor belenéztem a szemébe. Hullázott a gömör haja, a sötétben, mikor belenéztem a szemébe. El is megyek hozzá, meg is kérem, legyen az én csátám feleségem. Boldogságom tudom nála megtalálom, lent a déli város, ott a bágyom. Boldogságom tudom nála megtalálom, de lent a déli város, ott a bágyom. Hogy déli város, ott a bágyom, egy kis kurca kocsma van.